Most láttam nem régen, és most a hirdetését, hogy ismételten fogják adni. Ez a Love Story. Ha emlékszel rá, vagy láttad a filmet magát. Nagyon régen volt. Annyira régen volt, hogy én főiskolás voltam, tehát ez tényleg nagyon régen volt. De most vetítették, és meghallgattam, már csak azért is, mert akkoriban még egy teljesen más technikával dolgozott tehát hangrendszer teljesen más milyen volt, mint most. És kíváncsi voltam rá, hogy hogy szól ez a nagy tévében tökéletesen. Nagyon-nagyon, ott is jöttek az emlékek, tévében csináltuk, a nagy királyi televízióban, a harmadik emeleten, a szinkron stúdióban. Úgyhogy akkor ilyen volt nekem a Krisztin, ahol a Romy Schneidert szinkronizáltam. Szintén egy ilyen munkám volt. És a másik nagy kedvencem az a Becéző szavak. Debra Winger. És melyik volt a legelső munkád? Hát azoknak a címére én már nem emlékszem. Amikor én főiskolás voltam, akkor ilyen csehszlovák filmek tömkelege ment. Imádtam, mert egyébként tök jó pofa filmek. És volt egy színésznő, egy szőke színésznő, most nem jut eszembe a neve, általában ráosztottak, és valami kis gyurma manócskák voltak, és azokkal volt valami történés, ezek alakultak át, mentek a csatornában, meg nem tudom. Tehát az volt így az első, ami igazán megmaradt. Meg amikor én már nagy lány voltam, ugye akkoriban úgy zajlott, hogy főiskolásokat kivezényeltek tömegezni, és akkor mondtunk itt egy mondatot, ott egy mondatot, amott, és akkor ha valakire fölfigyelt a rendező, akkor az kapott szerepet. Na most ez nálam nem így volt. Nálam egész egyszerűen úgy alakult, hogy az egyik iskolatársam mondta, hogy hát nem tud bejönni a szinkronba délután, mert próbája van, és itt van egy diszpó, menj már ki helyettem. És hát én így kimentem a Pannonia filmstúdióba a kis diszpómmal, hogy én kérem szépen jöttem az Edina helyett, mert Edina nem ér rá. És a Bursi Katihoz kerültem, a Bursi Katalin nevű szinkronrendezőhöz, aki azt mondta, hogy akkor a gyerek az jöjjön holnap és holnap után is, és szépen ott ragadtam. És ahogy mondom, akkoriban ilyen szovjet meg csehszlovák filmeket csináltunk, és ha valaki nyugati filmet kapott, akkor az már kiragyogott a karból. Most velem is ez történt, hogy az egyik kolléganőnek jött egy, nem tudom, beteg lett, vagy premierje volt, mindegy, nem tudom, filmet meg kellett csinálni, és engem fölkértek, hogy ugorjak be helyette, csináljam meg. Na most ez az volt a film címe, hogy a világ legnagyobb sója, egy amerikai film volt, azt hiszem, ilyen 50-es évekbeli film volt, egy gyönyörű, hatalmas nagy tollak, kalapok, állatok jöttek, mentek, nagyon látványos film volt, James Stewart film. És tulajdonképpen ez volt az én kiugrás. Én úgy emlékszem, hogy a Xena kapcsán a 90-es években azt nyilatkoztad egy újságnak, hogy először nem akartad elvállalni a szerepet, mert túl idős, Nem vagy is azt túl én nem akartam, hanem amikor megláttam figurát. A Gabrielt, és akkor mondtam a Lengyel Laci barátomnak, aki rendezte, mondom, te Laci, ez egy 16 éves lány. Azt mondja, mi a gond? Te megcsinálod? És mondtam, hogy persze, megcsinálom. Aztán megszoktam, persze. Mondom, először féltem tőle, mondom, fú, ez egy annyira más. De hát végül is a saját 16 évességemet láttam benne, úgyhogy nem volt olyan nagyon nehéz. Ja, szerettem. Mostanában úgy vettem észre, hogy már ritkábban szinkronizálsz. Nem, igen. Nem olyan gyakran, mint régen, mert régen igen. Szinte minden filmben, sorozatban lehetett hallani. Ennek mi az oka? Nem tudom. Lehet, hogy lejárt a szavatosságom, nem tudom. Mostanában egy Courtney Coxon kívül kiket szinkronizálsz, vagy milyen sorozatokban? Hát most legtöbb ilyen hangalámondás, amit csinálok, narrációk. Igazából nincsenek sorozatok. Tehát nekem legutóbbi sorozatom, ami volt, az a Könnyek királynője, vagy Könnyek királynője, Könnyek hercegnője, valami ilyesmi mexikói sorozat volt.
a Victoria Rufo nevű mexikói színésznő, ő több sorozatban szinkronizálta. Több mexikói sorozatban. Úgyhogy ő volt ilyen nagy lélegzetű valami. Meg van még egy brazil színésznő, akire engem szoktak hívni. Agyonügy se tudom meg minden a nevét. Fogalmam, most nem tudom. Az volt egy ilyen nagyobb lélegzetű dolog, az is most már, hát jó másfél éve. Ahogy ők játszanak, azt nehéz szinkronizálni? Hát mi nagyon jókat röhögünk rajta. Az valami elképesztő. Most éppen szinkronizálok egy sorozatot, most onnan jöttem. Az is valami dél-amerikai, de nem tudom, milyen nációjú. Hát igen, nehéz lekövetni a kolléginát. Borzasztó. Borzalmas. Ahogy beszél, ahogy gesztikulál, az egész valami, mint egy ilyen pantomim, szóval valami, fú. De hát megküzdök vele. Kicsit nehezenben megy, de megküzdök vele. Fölírtam pár régebbi filmet. Uh-huh. Azzal kapcsolatban vagyok kíváncsi a véleményedre, vagy számodra uh-huh. mennyire maradt emlékezetes, hogy a Daphne Zuniga-t is igen. szinkronizáltad többször, igen. és volt egy Star Wars paródia, az űrgolyhók. Az űrgolyhók, bizony, igen. Az űrgolyhókat azt azon a nyáron csináltuk, amikor én elvégeztem a főiskolát. És hát egyrészt nálunk nagyon kedves film otthon, fiam nagyon szereti, úgyhogy sokszor láttuk. Amikor vetítik, megnézzük, nekünk megvan. Akkor még úgy készült a film, hogy azt emlékszem rá, meleg nyár volt. Három műszakban dolgozott a Pannonia Film Stúdió, és három hétig vettük. Nem az, hogy most bemegyünk, és tulajdonképpen egy nap alatt megvan egy film, ha nagyon macerás, akkor kettő, keveréssel minden együtt. Nem, akkor három hétig. Akkor volt arra idő, hogy bementünk, megnéztük többször a részt, de nagyon szerettem. Az szerintem jó munka lett, nem akarom magamat dicsérni, nem Isten őrizzen, de én nem szeretem magam hallgatni, tehát ez ott kezdődik, hogy persze visszahallgatom, megnézem a filmeket azért, hogy sikerült, de nem, tehát nem nincs bennem narcisztikusság, hogy most azért, mert hogy én csináltam. De azt a filmet azt szeretem, eleve a filmet magát szeretem, mert jó pofa. De a magyar változat is jó lett. Uh-huh. Szerintem nagyon jó lett. Klasszikus uh-huh. már a szinkronja. A sorozatok kapcsán még egyet írtam fel, aminél kíváncsi vagyok a véleményedre, a Melrose Place. Igen. Ami annak idején szerintem újdonság volt Magyarországon. Igen. Az ilyen stílusú sorozatok. Igen. Erre hogyan nagyon szerettük vissza? A Melrose Place-t. Az sok évad volt. Sok évig csináltuk. És milyen érdekes, hogy akkor én visszakaptam a Daphne Zunigát. Borzoli nem is tudta, vagy nem is emlékezett arra, hogy én az űrgolyhókban ezt leforgattam. Sőt, én magam sem. Tehát teltek az évek, és egyszerre az űrgolyhót vetítette a tévé, és mondom, jé, hát már akkor is én csináltam. És múltkoriban volt egy film, és nem rám osztották, az, hogy rosszul esett. De most például nemrégiben láttam egy munkámat, amit szintén nagyon-nagyon kezdő színésznőként csináltam. És ez volt a Twin Peaks. Az akkoriban nagyon nagy port kevert föl, mert annyira más volt, mint a megszokott. Tehát ez az akció-thriller és a pszichotriller határai, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. Köszönöm, hogy megosztottad velem az emlékeidet, elmondtad az őszinte véleményed, és remélem, hogy a jövőben gyakrabban fogunk hallani téged a szinkronizált filmekben. Köszönöm szépen! Köszönöm!